Láthatóan élvezték a gyerekek a különféle játékokat, a kis kastélyban számos szórakozási lehetőség közül választhattak. Csak úgy, mint az Erzsébet téren, ahol a fajátékok mellett ki lehetett próbálni például a falmászást és a kötélpályát is. De nem csak a kisebbek, hanem a felnőttek is megtalálták a szórakozási lehetőségeket. Van itt minden, lehet enni, inni, szórakozni, mindenki jól érezhetni magát. A szervezők rengeteg kísérő programmal is várták a látogatókat. Pár programot a tegnapi rossz időjárás miatt át is csoportosítottunk a szombati napra. Itt többek között a solymász bemutatót, illetve egy énekmondót is. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok programmal vártuk az ideérkezőket. Falmászással, légvárral, illetve volt itt egy színházi komédia is, továbbá harci bemutató. Késő délután a The Beavers zenekar lépett fel az Erzsébet téren, a rajongókat még a szemerkélő eső sem riasztotta el. Felmentünk a színpadra, és ismét teli volt a tér, úgyhogy fantasztikus élmény volt. Azt gondolom, hogy emiatt egy kicsit nehezebben is indult, hogy gyakorlatilag az embereknek vissza kellett szivárogniuk, hogy jó, nem esik, akkor kijövök, megnézem, mi a helyzet, de elég óvatosan indult az egész, de én azt gondolom, hogy a végére azért tényleg egy igazán király koncert kerekedett belőle. Úgyhogy úgy jöttünk a színpad, hogy jó van, nagy kanizsán játszottunk, és szerintem egész jó buli volt ebből. A fesztiválról nem hiányozhattak a különféle nedők sem. A Bírák 11 borház csak nem 100 borát kóstolták meg szombaton. A zsűri tagok teljesen függetlenek voltak, ugyanis mindketten a Nébih borászati szakfelügyelői, akik Somogy, illetve Veszprém megyéből jöttek. Nagyon nagy feladatot kaptak, de a feladatnak azt lehet mondani, hogy 100%-ig megfeleltek és úgymond teljesítették is, mert minden borát megkóstolták egytől egyig, és azt lehet mondani, hogy tényleg mindenféle pártosság nélkül bírálták el a borokat, és el lehet mondani, hogy ezen bírálat kapcsán a rendezvényen jelenlévő borházak mindegyike megfelel a rendezvény színvonalának. Gratulálunk! A Kanizsa Fest legjobb borának járó elismerést a Cézár pincészet érdemelte ki. 2015-ös évjáratú Sirázzal sikerült. Egy 9 hónapos töltyfehordós érlelést kapott. Egy 3 hónapja palackoztuk, úgyhogy nagyon örülünk, mert pont a Mundus Vinin is aranyérmet nyertünk ezen a héten vele. Az elismerés átadása után sem lankadt a hangulat az Erzsébet téren, hiszen este a Neoton família sztárjai léptek a színpadra. Az élő legendákat még a The Beavers zenekar énekese Puskás Peti is meghallgatta. A napot végül látványos tűzijáték zárta.